Be fogtok kakilni. Be fogtok kakilni. Nem tudom, hogy a csé az mikor lesz amúgy, de az is lehet, hogy még egy óra múlva. Próbálok itt most minden témát érinteni. De be fogtok kakilni ezen a híren. Felolvasom, jó? Vasvillával tette tönkre egy Balaton öszödi férfi a Google Street View autójának a kameráját. Dolgozd fel. Hagyok egy kis időt ehhez. Megrongálták az utcaképet rögzítő autót Balaton öszödnél. A portálnak a rendőrség azt írta, hogy a község belterületén 2023. május 22-én 11 óra körül az akkor még ismeretlen tettes sérelmezte, hogy egy utcaképet engedéllyel rögzítő kamerás autó felvételeket készített a környékről. Az autó vezetőjét félreállította, ingerülten kérdőre vonta, majd a nála lévő vasvillával megrongálta a kamerarendszert, ami működésképtelenné vált. A sértett ezt követően értesítette a rendőröket, akik az agresszív férfit rövidesen elfogták és előállították a siófoki rendőrfőkapitányságra. A nyomozók az 51 éves Balaton öszödi férfit rongálás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A Google Street View márciusi közleményében hangsúlyozza a személyes adatok védelméhez való jogok érvényesülése érdekében a közzétételt, megelőzően speciális eljárás alá vetik a képeket, amely elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat, így azok nem lesznek beazonosíthatók. Average NPC. Olyan, mint egy rossz NPC, vágod, és ilyen emberek vannak köztünk, és ezek szavazhatnak, meg gyerekük lehetnek, meg lehet, hogy ő is beül az autóba és vezet, és itt semmi agya nincsen, nem tudja, hogy mi ez. Azért 51 évesen csak lenne annyi képem a világról, hogy azért van ez a Google, meg hogy lehet így látni az autókat, így az utcát. Ez a Google Street View, ez azért egy elég alap dolog, nem? Amit így tudni kéne az embereknek, hogy ez egy létező dolog, és hogy vannak ilyen autók, amiknek kamera van a tetején. Ne adj Isten. Az meg a másik, hogyha egy ilyet látsz, konkrétan az autóra rá van írva ki nagy Google logó. Az a Google tulajdona. Hát azt nem mondj már, azt nem mondja nekem senki, hogy az 51 éves faszi nem tudja, mi az a Google. Remek, mostantól kiváljon mindenki szemét, aki rám néz, hisz engedély nélkül készít az agyuk rólam fotót. Az agyuk készíti a fotót rólad, igen, ennyi. Nem volt ittas, de hát ittas állapotban se. Hát miért csinálnál ilyet? Hogy meglátod, hogy ott van a kamera az autó tetején, és akkor ezt fölvesz engem, és itt... Hát van baj. Szóval, ja, ez volt a mai hírünk. Minden nap fogok mostantól hozni egy hírt amúgy. Minden nap legalább egy hírrel fogjuk kezdeni a streamet, igyekszem, szóval küldhettek híreket majd. Money News! Jó napot kívánok, én a Money vagyok, és itt vagyunk most a stúdióban. Mateo beszart jelentem. Mateo beszart. Akkor ez most megy egy speciálban csávoknak, a buli királyainak, a legnagyobb rajoknak, legyetek szerencsések testvérei! Miért ilyen kibaszott hamis? Ez ki a g***i ménekli? Ez Pixai nekli? Szerintem ez tényleg Pixai nekli. A Sipi nincs ott? Vagy mi? Mennyi kápszit vagy alkoholt kell fogyasztani ehhez amúgy, hogy ezt így megcsinálják? Én nem értem. Legyetek szerencsések, testvéreim! Oh yeah! Chevalé! Hát ezt lehet, hogy nem hallgatom meg még egyszer. Sőt, több mint valószínű, hogy nem. Látok rá egy kis esélyt. Sandy make-up, ki make-upolja magát? Jim Carreynek 92 napig kellett Grinch jámezt viselnie. A színésznek minden nap 8 órát kellett a sminkesszékben töltenie. A smink és a jelmez olyan nehéz volt, hogy Jim Carrey majdnem feladta a forgatást. Az orrán szinte egyáltalán nem kapott levegőt. Wow. És egész nap ezeket a kontaktlencséket kellett viselnie. A színész nem bírta azt a kínt és fájdalmat, amit a jelmez és a smink nyújtott neki. Az első jelmez próba után berohant az öltözőkocsijába és kirúgta a falat, és közölte a rendezővel, hogy ő ezt nem akarja tovább csinálni. Miért úgy olvas, mintha általános iskolás lenne? A producernek ekkor óriási ötlete támadt. Felbérelt egy ex-CIA ügynököt, hogy tanítsa meg a színészt válogatott kínzási módszerek elviselésére. Volt, hogy combon kellett ütnie magát, és addig kellett dohányoznia, amíg bírt a szusszal. De végül is bejött, mert a film 2001-ben Oscar. Oscar! Legnagyobb spanom, Oszi. Az öreg Oszi. Valaki felrakta a kedves Drillt a csatornájára.
Hát igen, copyright claim valaki, genei kont, nem tudom, ez ki lehet. A mai videóban írok egy nagyon fos dalt itt most, és el fogom vinni Blurtisnek. Jaj, ne itt jön a Parkinson kóros tesóm. Mit akarsz itt most itt? Apám leküldött, hogy szerepeljek, mert pénzt akar csinálni belőlem. Mi a fasz? Na mindegy, gyere ellopjuk apa Tesláját, és megyünk videóklipet forgatni. Egy pillanat, még elmegyek kakálni. Már megint? Ez már a 14. alkalom, hogy krónikus hasmenése van. 24 órát dekkoltam az autóban. Wow, hát ez nagyon kreatív ötlet, nem? Hogy egy autóban ülünk 24 órán keresztül. Ezt megnézte 72 ezer ember. Sorsolás, ha szeretnétek megnyerni 2x20 000 forintot, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot. Kommentelje ide a videó alá. Ja, értem. Tehát itt igazából csak pénzt adunk az embereknek, hát ha feliratkoznak. Van értelmes ember, aki emiatt iratkozna föl amúgy, mert erre fixen, hogy csak a gyerekek kattintanak rá, így, hogy ó, lehet nyerni 20 000 forintot 2 embernek amúgy. Megyek megölni magam, sziasztok. 2 embernek ad 20 ezeret, és ezért valaki fel fog iratkozni, hát az esélyeid azok egyenlőek a nullával körülbelül. Mi a faszért iratkoznék fel ezért? Sok szerencsét, és írják, hogy mindenkinek sok szerencsét. Mint a lottót úgy várják. Persze, hát kell neki feliratkozó, meg is nézik a videóit, igaz, hogy szarok, de akkor már szponzorok is jöhetnek. És innentől kezdve, nyomja! Na srácok, itt van, mehetem a Lénárban, egy óriási challenge-ünk mára. Mi a challenge? Meg akarok rakni egy lány fenekét. Nagyon gyönyörűen fogalmaztál. Imádod bebaszva lenni? Szerintem be vannak baszva egy kicsit, nem? Itt vagyunk a Szegedi Borfesztiválon, és most Lénának az a challenge-e, hogy beleharap egy női seggbe. Figyeljétek! Sziasztok! Van egy nagyon szuper dolog. I'm a Hungarian boy from Szeged. How are you? I'm Italian girl. Jó, Italian! Yeah. I must your ass harap. Fight your ass. Yeah? I refuse your challenge. Nah, nem fogadta el a challenge-et. Nagyon cuki vagy, imádok. Na, van egy challenge-en nektek. Nagyon jó! Oh yeah, szexuális zaklatás. Ez aztán nagyon csávós. Ez ettől igazi alfahímek lesznek. Belerakja a faszát ő abba a nőbe, aki nem is akarja. Ho-ho! Bele fog, engedni fogja. Sikerült! Találtunk egyet, aki megengedte! Annyira debileg, geci. Örvendenek egymásnak. Sex, ez az, sex, pia! Faszopó ingyen élő joystickos buzi, gecik, jó? A jó kurva anyádat teszteljed, te buzi! Én? Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.